Az enyhe télnek köszönhetően a lehető leghamarabb már vízre szálltak a tolnai maratoni távokra készülő kajakosok. Be tudták tartani azokat az egyébként szigorú egészségügyi előírásokat is, amelyek úgy általában a sportolásra vonatkoztak a kijárási tilalom idején. Szerencséjükre még el tudtak menni az opuzáni edzőtáborba is, ami kihagyhatatlanul a tolnai felkészülés része évtizedek óta. Nem egyszerre jöhettek a gyerekek, több csoportban, hármasával ezeket betartottuk, hát utána pedig most jött a kormánynak a legfrissebb értesítése, tehát hogy kinyithatnak a sporttelepek, de ugyanúgy kell vigyázni a távolságtartással, a csoportosulással, de hát a vízen a Tolnai-Duna 10 km hosszú, itt elférnek a gyerekek bőven. Így igaz. A vidám csónakházi évődés jelezte, mennyire várták már az egyéni monoton edzések után a csoportos tréningeket, amit a 42. szezonjára készülő Sipos Márton díjas mesteredző Barina József a szokásos módon a motorcsónakjából kontrollált. Történt változás az év elején. Mint ismeretes, Boros Adrián, aki már régebb óta a tolnai kajakkenú kirakat embere volt, egyéniben és párosban számos világversenyen ért el dobogós helyezéseket, úgy döntött, meglehetősen váratlanul, a számára jobb ajánlat miatt elhagyja a klubot, görbeigazolt. Tekintettel arra, hogy a kulisszák mögött több pedagógiailag már nehezen kezelhető probléma volt a közel 10 évet itt töltő váci illetőségű Borossal, nagyon nem bánkódott távozása miatt a vezetőedző. Az a 15 pont, amit Boros betett a közösbe évente, javítva a tolnai klub pozícióját az egyesületi rangsorban, a szakvezető szerint nem fog hiányozni az idén sem. A fiatalok, akik már bizonyítottak, és az újak már az idén meghozhatják a kiemelt hazai versenyeken ezeket az eredményeket. Leginkább egy második helye volt, egy első, ez magyar bajnoki pontban 15 pont, tehát ez most nem lesz, de hát nagyon sokan vagyunk, 4 válogatottunk van, lesznek még ilyen szintű sportolóink. Reménykednek abban, hogy a nyárról őszre halasztott budapesti felnőtt és korosztályos maratoni Európa-bajnokságot ősszel már minden bizonnyal meg lehet rendezni. Sajnálják, hogy az ismert okok miatt nem lehetett megtartani Tolnán a szokásos országos maratoni idényitot. Ami viszont feldobja már most őket, hogy az első komolyabb hazai versenyt, ami többennél nagyszabású országos turisztikának is ígérkezik, Tolnának adta a szövetség. Ilyen vizitúra versenysorozat lesz Magyarországon. Az első verseny az Tolnán lesz, ami igazi kajakverseny lesz, egy régiós utánpótlás kajakkenu verseny, augusztus 1-én szombaton, délelőtt 2000 méteren versenyeznek a sportolók egyesben, délután pedig párosban, tehát ez elég messzinek tűnik ez a verseny nélkül eltöltött idő, de hát a héten is 80 kilométert mennek összesen, jövő héten már 100-at, tehát azért edzésben vannak a gyerekek. Fókuszban az ifik, és a 16 éves nem csak fiú, hanem serdülőlányok is bontogatják már szárnyaikat. Van ifjúsági válogatottunk, a Nagy Raúl, a Heiser Anna Liza és Erdülő válogatott, a Buri Petra és a Debreceni Áron pedig kölyök válogatott, és a mögöttük is vannak hasonló képességű sportolók, tehát ők bármire alkalmasak. Az edzés munkától fog függni, hogy sikerül-e. A maratoni szakákban, de úgy általában a sportágban irigyelt, szép kis létesítményük, a példásan rendben és karbantartott vízi sporttelep egy elnyert pályázat révén egy öltözővel gazdagodna. De a járvány okozta helyzet miatt a bővítés minden bizonnyal áttolódik a következő évre. Egy dolog miatt azért egy picit aggódnak a Tolna KC-nél, hogy stabil szponzoraik valamelyikét annyira érinti a járvány gazdasági hatása, miután nem tudják esetleg a szokásos támogatást adni. De ezt még egyik támogató szóbeszéd szintjén sem vetítette előre.